Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Székesfehérváron. Nagy öröm számomra, hogy ennyien ma összegyűltünk, és a darmát hallgathatjuk és átélhetjük. Elsőként szeretném, hogyha az Om Nam mantrát közösen 7-szer elmondanánk, eresszél bele energiát, mert akkor vissza is kapsz belőle. Köszönöm szépen. Mondjon gyorsan valaki egy számot 0 és 208 között. 197. Három alapelem. A zennek három alapeleme van. Nagy kérdés, nagy hit, nagy bátorság. Ha megtapasztalod a nagy kérdést, akkor helyesen élsz. Ha megvan a nagy hit, akkor a helyes úton jársz. Ha benned van a nagy bátorság, akkor eljutsz az igazsághoz. A nagy kérdés arra az emberre hasonlít, aki három napja nem evett, csak az ételre gondol. Avagy a szomjúhozóra, aki hajnaltól napszáltáig a tűző napon dolgozik, és minden vágya a víz. Olyan, mint a gyermek, aki édesanyját hiányolja, csak ő rá tud gondolni. A tudat egyetlen pontra összpontosul, teljesen kizár minden mást. A nagy hit egy mozdulatlan kotlósra hasonlít, nem tesz semmi mást, csak a tojásokat tartja melegen, bármi történjék is. A nagy bátorság olyan, mint az egerésző macska, teljes figyelemmel összpontosítja erejét, csak az egér megjelenését várja, és a megfelelő pillanatban ugrik. Kérdések. Mi a nagy kérdés? Mi a nagy hit? Mi a nagy bátorság? Kommentár. 1, 2, 3. Honnan jönnek ezek a számok? Már tudod. A gyermek édességet akar, az üzletember pénzt, a tudós hírnevet. Sokféle ember, sokféle cél. Végül hová jutnak? Ha ezt megválaszolod, akkor megtapasztalod az emberi természetet, egyben a világegyetem lényegét. Ha egyé válsz a lényeggel, akkor tisztán látsz és hallasz. Ekkor az érzelmeid, gondolataid és akaratod helyesen működnek. Így élhetsz helyes életet, és segíthetsz minden lénynek. Ez a bodhiszattva út. Sun Quan Zen mester tanítása. A nagy kérdés a mi műfajunkban az, ahová a 10.000 kérdés visszatér. Eredetileg a 6. pátriárka így tanított. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ahogy ez később rövidült, elhangzott a mi az eredeti arcod kérdés. Utána már csak a befelé tekintő figyelem maradt, és az a kérdés, hogy mi ez? Ennek a kérdésnek van egy olyan változata, amikor ezt kimondod. Belül minden egyes lélegzetvételkor. És egy idő után, esetleg hónapok, évek után a kérdés automatikussá válik, és szavak nélkül is elhangzik.
Ez a tudat terét tisztán tartja, a tükröt torzítatlanul, folytalanul hagyja, és segít az embernek ebben a pillanatban szilárdan jelen lenni. A nagy kérdés minden dualitást elvesz úgy, ahogy a mágnes a vasreszeléket magához rántja, és átmágnesezi. A nagy kérdés tapasztalata a nem kettősség tudata, a nem keletkező és nem múló tudat, amely eredetileg név és forma előtti, és csak tapasztalni lehet. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. A gondolkodás előtti tiszta tudat a nagy hit alapja. A nagy kérdés elvezet a nagy hithez, melynek nincsen dogmája, szöveges háttere, alakformálása, szobra, keletkezése és megszűnése. A zenben a hit tapasztalat alapú, teljesen megfoghatatlan, de tapasztalható. A nagy kérdés tehát túlrepít a dualitásokon, visszahoz a gondolkodás elé, minden karmától ezáltal megszabadulsz, mert az azonosulást felszámolod. De gondolkodást a gondolatokkal nem fogsz eloldozni. Érzelmeket érzelmekkel nem fogsz kioltani. Beszédet további beszéddel nem fogsz csendé nemesíteni. Cselekedeteket további cselekedetekkel nem fogsz megszüntetni. Ezért kell visszatérni erre a pontra, az egyéválás pontjára, ahol egyszerűen, tisztán, mint a tükör, mint a tér, elnyerjük igazi önvalónkat. Ez a nagy kérdés feladata és a nagy hit tapasztalata. Ezen közben rengeteg karmát látunk magunkban, másokban, a világban. És a nagy bátorság ahhoz kell, hogy ne mozdulj, ahogy hallottad a koanban, mint az egerésző macska. Ne mozdulj, tartsd meg a fókuszt, és ne veszítsd el az utadat. Ekkor vagy szellemileg önálló, ekkor nem vagy megtéveszthető, ekkor nem építesz fel hamis önképet, mely által eltávolodnál igazi önvalódtól. Eredeti emberi feladatunk, hogy felébredjünk és segítsünk másokon, hogy meglássuk a szenvedés teremtettségét, és megszűnjünk teremteni azt. Meglássuk a boldogság teremtettségét, és teremtsük meg azt magunk és mások számára. A bátorság tehát ahhoz kell, hogy kibírd azt, amit magad és mások erre a világra mérnek. Kibírd azt, hogy a vélemények nem egyenlők a tényekkel. Kibírd azt, hogy az illúziókra nem tudsz előfizetni azért, mert a legrosszabb pillanatban hagynak cserben. És ha valaki vagy valami a legkeményebb pillanatban cserben hagyott, akkor az illúzió volt. Ehhez kell a bátorság. A felébredéshez és a realitás tapasztalatához kell a bátorság, a kitartás, a lojalitás és az az akarat, amely a gondolatot cselekvésre váltja, amely a függésből autonómiává nemesíti önmagát, amely az együttműködést megvalósítja maga és mások számára egyaránt. A nagy út tehát nem nehéz, csak ne ítélj és ne légy részrehajló. A zennek a három alapeleme nélkül nem haladhatunk az úton. És én azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg mindezt. A gondolkodás, akármennyire jó, nem elég. A rendszeralkotás olyan, mint a háló, amit kivetsz a tengerbe. De a hálóval csak halat foghatsz, a tengert nem foghatod ki. Ahhoz, hogy a csepp visszatérjen az óceánba, ahhoz az óceánnál kell válnod. Ahhoz, hogy a halász megtapasztalja a tenger teljességét, le kell tennie a hálóját, és be kell ugrania a tengerbe. Mikor tesszük le az elemző gondolkodás hálóját? Mikor tesszük félre azt az eszközt, amivel nem tudjuk elérni a célt? Csak akkor, amikor már elég illúziót vesztettünk el. Csak akkor, amikor már készek vagyunk felnőni, amikor már elég érett a karmánk arra, hogy a gyümölcse megmutatkozzék. Azelőtt mi, bölcs emberek, a Homo sapiens gyönyörű példányai, nem hiszünk.
Mert nem tettük fel a kérdést. Mert nem megyünk az úton, és nem vagyunk elég bátrak. Azt várjuk, hogy a mások gondolkodása majd megoldja, hogy helyettünk valaki elvégzi a munkát, mi pedig a könnyebb úton célba jutunk. És ezt mindenki ebben a teremben már tudja, hogy nem lehet követni. A munkát el kell végezni, az úton végig kell menni, szellemileg föl kell nőni. Ez a záloga annak, hogy egy felébredettebb, helyesebben élő társadalomban legyünk. Ez a záloga annak, hogy egy harmonikusabb családban éljünk. Ez a záloga annak, hogy egy kiegyensúlyozottabb párkapcsolatot éljünk, és ez a záloga annak, hogy mint egyén belül egészben legyünk, és autentikusnak érezzük magunkat, és ezáltal hitelesek legyünk, és ezáltal együtt tudjunk működni. Tehát a nagy út nem nehéz, csak tenni kell, csak menni kell, csak gyakorolni kell. Ha tudnék jobbat, mondanám szívesen. De inkább kérdezzetek. Kinek van kérdése? Azt szeretném megkérdezni, hogy az önbüntető programot hogyan lehet abba hagyni? Az önbüntető programot úgy tudod abba hagyni, hogy azt mondod, elég volt. Eleget büntettem már magamat, és nem vagyok azonos azzal az önképpel, amelyik folyamatosan büntetést kíván. Ez az önkép már lejárt, és leveted, mint kígyó a bőrét. Ha még azonosulsz vele, ha még hiszel abban az énségben, amely büntetést kíván, folyamatosan újra és újra bünteted magadat, amelyet egyébként te belül jutalmazásként fogsz fel. És ezzel nem éred el a célt. Ezzel vastagodik az énség fala, és növekszik az elszigeteltség és a szenvedés is. Nagyon nagy feladat, hogy megszabaduljunk mind az elkövető, mind az áldozat szerepétől. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, mind a kettő rettenetes mennyiségű energiát kíván, és rettenetes mennyiségű energiát veszítünk ezáltal. Tehát ne büntesd magad, ne jutalmazd magad, találd meg az utadat, a dolgodat, és így a társaidat is. Azokkal társulj, akikben bízhatsz, olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságod a kettőt végigvinni. És akkor megszűnik az önbüntetés. A jutalmazás is. Jobb, ha azt másoktól kapod. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Az elmúlt 2 évben elveszítettem az édesapámat, a nagymamámat és a férjemet. Köszönöm. És azt tapasztalom, hogy bezárult a szívem. Hogy nem tudom a jó dolgokat megélni, nem tudok boldog lenni. Mintha egy fal lenne, vagy nem tudom. Hozzám beszélsz, és kinyilvánítod az érzelmeidet. Hogyan zárulhatod be a szíved? Hogy gondolhatod ezt? Úgy, hogy úgy érzem közben, hogy összetörök. Akkor összetörik a szíved, de az nem zárt. Van-e valaki, aki ezt az összetört szíved szereti? Mondd ki. Nincs. Rosszul tudod. Van, csak még nem érkezett el hozzád. Hogyan tudok ezen változtatni? Engedd meg, hogy bejöjjön az életedbe. Hogyan tudom megengedni? Úgyhogy járj végére a gyász folyamatnak, és kezdj egy új fejezetet. Merd ezt megtenni, és gyere ki a sírokból. 2 éve hozzátartozói sírjában vagy. Gyere ki. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Az lenne a kérdésem, hogy az ősbizalmat hogyan lehet visszakapni, illetve erősíteni? Meg kell találni az őst belül, az időt lent, akkor van bizalom. Nem naivitás, nem hiszékenység. A karma törvényének a felismerése nem rezignáltságot vagy pesszimizmust jelent. Ha ismered a realitást, abban bízhatsz. Ez az ősbizalom, nem pedig az, hogy elhisszük az embereknek a saját porhintését, a saját szerepeiket, a saját játszmáikat. Az ősbizalom az a realitással való egységből fakad. Önmagunk és a másik ember hiteles, helyes megismeréséből fakad. A pillanat tisztaságából fakad, az irányvétel határozottságából fakad. De akármi történik, te nem leszel más, mint akinek szerinted lenned kell. És ez már túl van azon, hogy ki szeretnél lenni.
Amikor megszűnik a különbség a között, amit akarsz és amit tenned kell, akkor vagy egészben, és akkor vagy az utadon. Ez az ősbizalom nagy forrása. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mostanában nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy azért nem érzem magam szabadnak, mert túl sok külső befolyást érzek. Ezek a régi ösztönök, a berögzött szokások, olyan adalékanyagok, amiket én kívülről érkezőnek érzek. Nem tudom, hogy mi a helyes hozzáállás ehhez, hogy ezzel együtt fogadjam el az életet, hogy túl sok befolyás ér, és hogy tudom megőrizni így önmagamat ezzel együtt, vagy enélkül kellene. Ki vagy? Igen, tehát valószínű, hogy ezek az egóhoz csatlakoznak ezek a külsők. Most magyarázkodsz. Ki vagy? Én. Mi mondja azt, hogy én? Egy lény. És ezt a lényt hogy lehet befolyásolni, mondjad? Erősítsd meg a tudatod és a jelenléted, rettenetesen sokfelé gondolkodsz egyszerre. Úgy tűnik, hogy a környezet rettenetes sok hatással ruház föl, valójában az elméd megy egyszerre több irányba. És ez külső jelensége formájában is megmutatkozik. Tér vissza az egypontú világos tudat tapasztalatához, és amikor úgy érzed, hogy a környezeted erősebb, mint te, nyugodtan lép ki onnan. Ez nem menekülés, hanem időkérés. Tehát túlig kilépsz, letisztulsz, megerősödsz, visszatérsz. Ezért tartjuk az elvonulásokat, ezért gyakoroljuk a meditációt, hogy a feleség 2.0, az anya 2.0, a nő 2.0 jobb legyen, mint az egyes verzió. Ha nem, akkor mindig úgy érzed, hogy a környezetet befolyásol valójában a tudatod gyenge. Nem csak neked, szinte mindegyikünknek, akik nullákra, egyekre, múltra, jelenre, jövőre, jóra és rosszra vannak szétcsattanva, ha nem csinálunk valamit. Ez viszont teljesen rajtunk múlik. Hát tenned kell. Befolyásokat, azokat önmagamba kell. A gyökereik, a befolyás gyökerei benned vannak, te hívod be a saját teredbe tudattalanul. Ezt kell megváltoztatni. Figyelemelterelésként, hogy nem a lényegre figyelek? Egyelőre nincs meg a lényeg. Tapasztalni kell a lényeget, és megtartani a tapasztalatot, és figyelni arra, hogy most mit látsz, most mit hallasz, most mit teszel. Helyzetfelismerés, kapcsolat, működés. Ez a három kell. De ha a tiszta és erős tudat nincs meg, akkor a jel az nem világos. Elnyomja a zaj. Ezt érzed befolyásnak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy jövök rá arra, hogy ami nem az enyém, hogy ne cipeljem. Oda kell adni másnak, és akkor megkönnyebbülsz. Ha odaadod másnak, és tényleg a tiéd, akkor szomorú vagy. De hogy jövök rá arra, hogy kinek a terhét cipelem? A mi a dolgom kérdéssel. Tehát nagyon sok minden ér minket, igazad van, és amikor a mi a dolgom kérdést tartod, akkor az, amivel tényleg dolgod van, az, akivel tényleg dolgod van, az ott marad a környezetedben. Amivel és akivel nincs dolgod, az pedig hús, elszáll, és el se kell engedni, megy magától. Egyszerűbben iszonyú okos vagy, és rendszert építesz belül, és modellálsz. Ezt tedd félre. Jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy körülbelül egy éve tagja vagyok egy közösségnek, ahol szerintem megtaláltam azt, amit keresek. Mégis, amikor otthon vagyok, akkor szembesülök azzal, hogy az elmém remekül foglalkoztatja önmagát. Gondolok erre, meg arra, meg mindenfelé. Amikor sikerül megélnem azt, hogy ez úgy valahogy magától elmegy, nem is tudom megfogalmazni, ez egy olyan szeretett érzés, ami nem válogat, nem tudom jobban megfogalmazni, hogy úgy szerelmes vagyok az egész világba, vagy egy ilyen, nem tudom jobban megfogalmazni, és akkor ilyenkor kapcsol be a szomszéd két kisgyermeke és ő maga, akik igen hangosan, és szerintem egy ilyen olasz családmódjára tudnak élni és létezni, és akkor mondom magamnak, hogy na hát nesze neked végtelen szeretet, akkor szeresd őket is. Szóval, hogy mi történik olyankor, amikor ez visszakapcsol? Miért válogat az egóm még mindig vajon?
kit szerethetek, kit nem dolgok között, és hogyan lehet ezt a fajta végtelen szeretetet mondjuk stabillá tenni? Úgy, hogy pillanatról pillanatra észreveszed, hogy a feltétel nélküli szeretetre van és szükség, vagy pedig egy feltételhez kötött világos hétköznapi magatartásra. Valójában ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Együtt kéne gyakorolni az együttérzést és a bölcsességet. Magyarul átmész esetleg a szomszéd ajtajához, bekopogsz, és azt mondod, hogy nagyon jó illata van a pizzának, csak túl sok a tányér és pohártörés a konyhában. Tehát legyenek szívesek egy kicsit lehalkulni olasz család módjára, és mille grazie. Oké? Tehát ha ezt választod, akkor nem tartottad magadban azt, amit te jogosan, mint szomszéd elvársz, ezután sokkal könnyebb szeretni őket, hidd el. Szívesen. Egyéb kérdés? Először is nagyon örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a vendéglátást. És én egy olyan dologban szeretnék segítséget kérni tőled, hogy egy hozzám nagyon közel álló emberről kiderült, hogy daganatos beteg. És ő úgy döntött, hogy nem megy orvoshoz, hanem meggyógyítja saját magát. És én észrevettem magamon, hogy hát nem igazán értek ezzel egyet, hogy valahogy kerülöm a társaságát, mert nem tudom, hogy mit csináljak ebben a szituációban, és azt szeretném egyrészt megkérdezni, kicsit több kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egyszerre egyet. Az első, amit meg szeretnék kérdezni, hogy egy ilyen helyzetben mi a bódhiszatva út? Szereted ezt az embert? Igen. Akkor szeresd feltétel nélkül, mert a feltételeket ő szabja. Ő nem hallgat senkire, csak saját magára, és igyekszik önerőből meggyógyulni. Ez tisztelhető is, szánható is, de a szeretet fölülírja mind a két hozzáállást, oké? Okay? Tehát te szereted akkor is, ha ezzel a halálba megy, és te szereted akkor is, hogyha ezzel életben marad. Ez minden más fölülír. Van még kérdés? Igen, és ezzel kapcsolatban, ahogy azért nagyon sokat gondolkozom, hogy ezen a szituáción, és jött egy olyan gondolat, hogy valahol hallottam valamelyik előadásodban, hogy karmalopás. És ebben a helyzetben, hogyha esetleg én elmondanám neki, hogy nem értek ezzel egyet, és megpróbálnám valahogy abban támogatni, hogy menjen el orvoshoz, vagy műtétre, akkor az karmalopást jelent? Vagy mit jelent az, hogy karmalopás? Ha más karmáját akarod vinni, ha mondjuk helyette szeretnél beteg lenni, akkor el akarnád lopni a karmáját. Ezt a betegséget ő hozta létre, az ő lelke és teste között van, és ez az ő dolga. Ha te befolyásolni akarnád, akkor az autonómiáját akarnád elvenni, és a befolyásolás gyengíti az elhatározását. Nem gyengíteni kell, hanem kimutatni azt, hogy az ok és okozat törvénye szerint mi történik. Most mi történik? Nem az, hogy mi fog történni, az rajta múlik. Kér tőled segítséget? Ha igen, segíts neki. Kérdezz téged a döntéseiről? Ha igen, mondd meg a véleményedet. De ha nem, akkor nem. Tehát kéretlenül nem kopogunk be a házba. Addig menj, ameddig beenged. Azt add, amire tényleg szüksége van. És hogyha szereted, akkor ez a szeretet fölülír minden intellektuális gondolkodást, és ebből ő sokkal többet tanul, sokkal többet épül, mint bármi más módon. Jó? Jó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Az a kérdésem, hogy mostanában én megfigyeltem már egy jó ideje, hogy akkor, amikor felismerem a világ egyik működési elvét az ok-okozatiság törvényében, akkor vajon hol a határa között, hogy a figyelmem tartja fent magát a működést, és a között, hogy egyébként is ez történne? Mennyit alszol éjszakánként? Átlagosan olyan 4-5 órát. Kevés, látszik, hogy álmos vagy. Mozogni kell, a működési elvek intellektuális aspektusait félre kell tenni, el kell felejteni, ki kell szállni a képernyő elől, és kialudni magadat, felfrissülni a természetben, és az alvásban is. Teljesen másképp fogsz gondolkodni, és másképp fogod látni a világot. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a cél mennyire szentesíti az eszközt? Semennyire. Köszönöm. Egyéb kérdés? Túl nagy a halálozási arány, amikor megtörténik. Ez a baj.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy mostanában eléggé elbizonytalanodtam az anyaságomat illetően. Két felnőtt gyermekem van. A fiam 5 éve beszerzett magának egy elég súlyos betegséget, és legutóbb kiderült, amit már régóta éreztem, hogy ez a volt férjem és a köztem lévő kapcsolatnak a következménye. Tehát ő valamilyen szinten ebbe felőrlődött, belebetegedett, magára vonzott egy csomó dolgot. Próbálok nem kritikus vagy ítélkező lenni a volt férjemmel, bár rengeteg fájdalmat és sérelmet okozott nekem is és a fiamnak is. És érzem azt is, hogy a fiam, tehát hogy fele részben az apjából van. És én ezt jól érzed. Igen, de szóval, hogy próbálom ez miatt ugye nem ítélni az apját. De ez nem sikerül. Ez már másodszor mondod, igen. És kiderül, hogy nem sikerül. Igen, tehát valahogy ezt szeretném magamba letisztázni, illetve segíteni ezáltal a fiamnak. Szerintem a fiad segít ezt letisztázni, hiszen a családi karmának a megoldatlanságát úgy húzta magára, hogy egy betegséget gyártott le. Ezt hívjuk szomatizált karmának. Képzeld el úgy a családot, mint egy tortát, a családtagokat, mint a torta szeleteket, és a gyertyát egyik szeletről tűzzük a másikra. És hogyha nem húzod ki a karmának ezt a gyökerét, nem csak szerepváltásról van szó, komoly nézetváltozásról, komoly azonosulás letételről, akkor a gyerek állandóan szólni fog, hogy velem nem bántok jól. Hogy hogyan, azt nektek föl kell fedezni, mint apa és anya. Ezt szerintem minden gyakorló család tudja, hogy abban a pillanatban, hogy annak a tesznek a színe megváltozik, már nem a felnőtt a fontos. Mert az a magzat fontos, amelyik ott helyet foglalt az anyamékben. És akkor elindul egy olyasféle éntelenedés, amellyel lehet harcolni, lehet, hogy fáj, lehet, hogy eufórikus, depresszív, szétütő, újra rakó tapasztalat, de akkor is a gyerek hozza. És a felnőtt onnantól kezdve a második helyen van, és az első helyen van a gyerek. És ha ez nincs meg, akkor a gyerek folyamatosan úgy érzi, hogy bántják. Ha a betegséget termelt ki, akkor ez egy elképesztő jelzés, hogy itt valami baj van. Nem csak a válás, ez a jéghegy csúcsa, néha jobb külön élni, hogyha például egy javíthatatlan, bántalmazó kapcsolat van anya és apa között, jobb külön élni, de a gyerekre való hatása ennek felmérhetetlen, és ki kell egyensúlyozni, ki kell egyenlíteni a gyerekkel, tudatni kell, a gyerektől bocsánatot kell kérni. Ez megtörtént. Nem elég. Valaminek igazából, még történnie kell. 9 éve váltunk el, és 5 éve lett a fiam beteg. Tehát már régen a válás után, miközben ő folyamatosan azt mondta, hogy ő már túl van az egészen, ő lezárta ezt az egész dolgot, és akkor jött, és most meg kell nézni a betegség tényleges eredetét, de az ember évekig tudja folytani a tudattal anyában a karmát, míg nem egyszer csak átszakad egy belső gát, a tudat állóképessége elgyengül, kialakul egy kényszerű azonosulás, és a lélek szomatizálja a karmát testre. Boom. Ja. És nem tudod, mikor jön ki. Ez egyénfüggő. Meg kell nézni a betegség valódi lelki eredetét, ha már a fizikai letisztázódott, mert azért az se semmi. És javítani kell. Javítani kell, mert ha nem, akkor ezt a karmát ő tovább viszi a saját párkapcsolatába és a saját gyerekeihez. Akkor ez így, a durva. Akkor itt jön a következő kérdésem, hogy ő egy felnőtt ember. Tehát már kvázi nem olyan értelemben a kisfiam. Hogy én most elviszem a gyereket orvoshoz, és akkor meg szeretném gyógyítatni. Fel kell benne ébreszteni a lélek öngyógyító képességét, mert hiába felnőtt, ezen nincs túl. És hogyha nem tudja meggyógyítani önmagát, akkor viszont külső segítségre van szükség. Ezt meg kell neki adni, sőt, azt kell mondani, hogy ebben nekünk részünk van, édesfiam, apádnak és anyádnak, és felelősségünk az, hogy ezt együtt javítsuk, és te ezt ne add tovább senkinek, mint karma. Mert ez a karma ugyanúgy fog szomatizálódni egy következő hozzátartozóban, aki ezt magára veszi. Hiába kényszerű, hiába hamisnak mondható azonosulás, ezzel nem akarok érzéketlen lenni. Értem. De akkor is működik. Igen. Sajnos. A hit nem csak hegyeket mozgat, mást is.
Uh-huh. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ehhez kapcsolódva szeretném azt kérdezni, hogy mondjuk hányad íziglen lehet visszamenni. Tehát tegyük fel, egy olyan probléma van valakivel, hogy esetleg azok, akiktől ezt a karmát hozta, már nem élnek. Meddig érdemes... Nincsenek testben, ezt akartad mondani? Uh-huh. Akkor? Akármeddig? Igen. Okay. Ragaszkodásunk mértékében akármeddig szenvedhetünk, és szenvedtethetünk, akkor van vége, amikor azt mondtuk, hogy elég. És amikor elég, akkor még a gyökerét ki kell szedni. Előtte nem. Heted íziglet, olyan karmákat látunk így a saját gyakorlói praxisunkban, hogy nagyapa, dédapa szintről hozta le úgy, hogy a fiának továbbadta végig tudat alatt. Akkor végig kúszik a gyerek 7 ágy alatt. És amelyikre fekszik, a 7. ágyról hozta. Hihetetlen. Tehát nem vicc, hogy heted íziglen. Ameddig a családi karmában benne van, addig ez fertőz mindenkit. És ugyanaz a modell, ugyanaz a séma, elutasítás, elhagyás, megalázás, igazságtalanság. Végig ezeket játsszuk különböző játszmatípusokkal. És a hír az, hogy ezt nem kell tennünk egymással. Ebből föl lehet ébredni. Ezt le lehet vetni, ezt a karmát meg lehet változtatni. Csak térj vissza a lényeghez. Lásd az igazságot, halld tisztán a harang hangját, és cselekedj helyesen. A tiszta tudat nélkül nem megy, ezért tanítjuk, ezért gyakoroljuk, ezért kínáljuk fel a lehetőséget, hogy te tedd ezt, gyakorolhassd ezt, helyetted ezt nem fogja senki sem megcsinálni. Nem lehet. Mindenkinek van Buddha természete, mindenki képes a felébredésre, mindenki járhat az úton, de ezt neked kell eldönteni, senki nem befolyásolhat érdemben ez ügyben. És ez a tanítás amennyire jól hangzik, hogy mindenkinek van Buddha természete, ha ennek a mélyére nézel, ez egy elképesztő felelősség. Hogy rájössz arra, hogy rajtad kívül a megvilágosodást a magad számára senki nem érheti el. Senki nem adhatja meg. Nincs mágikus pasztilla, nincs speciális beavatás, nincs semmilyen titok, amelynek a megfejtése által te eléred a felébredést. Ez Shakyamuni Buddhának egy paradigmaváltó, korszakalkotó tanítása volt, amelyért a mai napig hálásak vagyunk neki, és a patriarchák teljes vonalának, már több száz ember, több tucat irányzatban a mai napig. Női átadási vonalról természetesen nem feledkezünk meg. És innentől kezdve dolgunk van. Az eredeti tanítás, a szabadságodat és a felelősségedet nem választotta szét. Az, hogy neked lehetőséged a megvilágosodás elérése, az azt jelenti, hogy a te felelősséged is. Nem okolhatod a környezetedet, a csoportkarmádat, a családi karmádat, a párkapcsolatodat és az egyéni karmádat azért, ha nem haladsz az úton. Ha akarsz haladni, lehet. Hogy? Lépésről lépésre. Néha bukva, de mindannyiszor fölállva. Meglátva az irányt, tartva az irányt, elveszítve az irányt, újra meglátva az irányt, és da capo al fine előről. Ezért hívják a zent a kezdők szellemének. Tehát a zen szellem az a kezdő, újrakezdő és mindig kezdő szellem, mert hogyha te haladnál, az egy illuzórikus dolog lenne. Mindig ebbe a pillanatba kell visszatérni. Mindig ide kell visszatérni. Mindig a mostba kell visszatérni, tehát nem haladsz te sehová. Pont a fordítottja van, az elmének az állandó látszattevékenységét kell felszámolni, és nem követni a saját hülyeségedet. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Hogyan tudom megtalálni az utamat? Merre szeretnél menni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság, hogy egész életemben azt csináltam, hogy elkezdtem valamit, és hát az út kezdete tele volt mindig fénnyel, meg boldogsággal, meg minden, és akkor egyszer csak eljutottam odáig, hogy hát ez nagyon nem jó, amerre megyek. És akkor megint kezdtem újra. Sötét lett? Hát elején majd... azt mondtad, fény volt. Így van. Sötét lett. Igen. Ez azt jelenti, hogy kiértél a városból. A saját komfortzónád az néha elképesztő dolgokra képes. Jutalmazod magadat, átadod magadat, perspektívákat, modelleket állítasz föl, és amikor ezekből kifogysz, akkor úgy tűnik, hogy kihunyt a fény. Nem, elhagytad a lakott zónát. Elhagytad a komfortzónát.
Az a kérdés, hogy az irány helyese. Akkor tessék követni. Ha sötét, ha világos, tessék követni. De ha az irány nem helyes, akkor akármilyen fényes, boldogságos, könnyű, sokan vannak, akik ugyanezt csinálják, akkor se helyes. És honnan tudom, hogy helyes az az irány? Mert kivezet a szenvedésből, és az egyéválás letisztulásán keresztül elvezet a boldogsághoz, az együttérzéshez, és a bölcsességhez, és az önzetlen segítséghez. Ez mint munkahipotézis nem rossz. Próbáld ki. Hát igen, csak miközben megyek arra, közben nem látom, hogy hova fogok eljutni. A horizonton azt látod, hiszen a lélek azt tudja, hát az ember elképesztően megjósolható. Rettenetes módon szenvedéskerülőek és boldogságkeresőek vagyunk. Hát ez teljesen olyan, mint a növény, hogy fototróp ugye fölfelé, gyököcske megy, táplálékér a földbe lefelé. Rendkívül egyszerű. Csak az ember egy kicsit túlbonyolítja a homloklebenyből. Hogy tudod olyan nagyon biztosan kijelenteni azt, hogy akik nincsenek már velünk, szeretteink, hogy nincsenek testben, és én miért nem tudom ilyen biztonsággal mondani? Mindenkinek saját tapasztalása van életről és halálról. Ez nem vitatható el. Ha gyakorolsz, letisztul a tudatod, és a hullámsávok kibővülnek. Jelenleg mondjuk a 107 és 108 MHz között látsz. Ha gyakorolsz, akkor 107 alá is, és 108 fölé is kiterjed a látásod. Ez megszerezhető, megszerezheted, és ez a tapasztalat fogja megválaszolni ezt a kérdésedet, nem én. Köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet azt megállítani, hogyha elkezdek haladni valamiben, vagy elkezdek egy jó úton haladni, és szinte úgy érzem, hogy repülök, és aztán valahogy nem tudok bele energiát tenni, hanem a rossz szokásaimba teszem vissza, és átmegy egy ilyen zuhanásba. Elfogyott a hit. Tehát a tapasztalat nem volt elég, szokások erősebbek lettek, és ilyenkor nem szabad kínlódni, hanem tudatosan el kell hagyni az utat, és szenvedtesd magadat. De már nagyon sokat szenvedtettem magam. És elég volt? Szerintem nem. Valójában ezt te szereted. Rád nézek, mosolyogsz, sima a homlokod, egyenesen nézel előre, kicsit fáradt vagy, és ezek a kétségek ott belül téged valójában elszórakoztatnak. Hogyha tényleg szenvednél, olyan gyorsan visszatérnél az útra, hogy ez valami hihetetlen. A legrosszabb, hogy megrekedsz a kettő közt. Egy kicsit még van abból a határozottságból, bizalomból, haladásból, te már egy kicsikét ráz a patka, és már az alkatrészek kezdenek csörögni a járműben, kezd egy picit a csapágy úgy szólni, ugye? Motor sem megy már úgy, de még mindig nem rohadt le a jármű. Tehát tessék teljesen elhagyni az utat, akkor megtudod, milyen anélkül. És hogyha tényleg elhagyod, olyan gyorsan visszatérsz rá, hogy így megköszönöd magadnak, hogy megmerted tenni, de fél megoldások nem jók. Nem jók. Legyen teljes értékű. Kockáztass. Ne árts magadnak, kockáztass. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy fejleszthető-e az érzéken túli érzékelés, és hogy milyennek a módja vagy útja? Neked a tudat állóképességét és a pillanat szilárdságát kell fejleszteni, majd amikor az kellő mértéket elért, utána erről lehet beszélni. Előtte nem. Előtte egy kicsikét destabilizálnád magadat. Ehhez most nem járulok hozzá. Jó, rendben. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A koncentráció és a teljesítő képesség egymáshoz való viszonya érdekelnek, hogy mennyire függnek egymástól. Ezek nagyon jó barátok. Viszont, hogyha a koncentráció ilyen görcsös, akkor az egy idő után rontja a teljesítő képességet, mert túlhúzod. Főleg az elme tud begörcsölni, hogyha koncentrációként állandóan ragaszkodik valamilyen gondolkodásmódhoz, nem tud nézőpontot váltani, stb. Stb. A zenben a koncentráció olyan, mint a tiszta, nyitott tenyér megtartása. Nem szorul ökölbe. Tehát bármit meg tudsz fogni. A tudat bármilyen tárgyat kibír. És ez a szilárd, jelenlét, tiszta, tükörszerű tudat, ez olyan stabil, mint a hegy, de olyan finom és érzékeny, mint a felhőjárás. A legapróbb vízcseppet is felfogja, de nem mozdul.
És hogyha a koncentráció helyes, akkor a tudat tud tárgyasan is működni, gondolattárgy, érzelemtárgy, bármi, amit a tükör mutat, és tud tárgyatlanul is. Tudsz beszélni is, mások beszédét is meghallgatni, és tudsz csendben is lenni, és egyik sem zavar. Tehát a koncentráció az itt egy kiterjedt fogalom, nem pusztán az, hogy görcsösen ragaszkodom valamihez az elmében, és a teljesítmény pedig az, hogy nem félsz a kudarctól. Nem ragaszkodsz a győzelemhez, hanem teszed addig, amíg teheted, amíg eredményt nem érsz el, és hogyha az nem a várt eredmény, akkor módosítasz, akkor változtatsz. Rendkívül jó célra tartás, rendkívül kitartó viselkedés, és akkor helyes. Onnan tudod, hogy az egófal nem tud lezárulni, nem tud megszilárdulni. És akkor jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szóval nekem az lenne a kérdésem, hogy ülőmeditáció során hol van a határa a görcsösségnek és a kitartásnak, mert én fizikailag eléggé el tudok fáradni, és elviszi a figyelmemet. Nagyon egyszerű, hogyha ülőmeditációban nem tudsz sokáig ülni, akkor sétálni kell, és a sétáló meditációt ugyanolyan tudati tartással, lélegzetfigyeléssel, szempillantással kell végezni, mint az ülőt, csak közben a láb mozog, és kész. Nekem van egy kisfiam, aki születési rendellenességgel jött a világra, és azt szeretném megkérdezni, hogy tudhatom-e, hogy ez az én karmám, ez családi karma, vagy ez honnan jött, hogy van-e valamivel dolgom. Még nincs itt az ideje. Először segítsétek, neveljétek, stb. És a karma meg fogja mutatni az eredetét. Most az ez irányú kérdezés gyengíteni a tetterőt. Cselekedjetek helyesen, és kész. Köszönöm. Szívesen. Létrehoztam magamnak egy betegséget, amit szeretném megkérdezni, hogy hogy tudnék rájönni, hogy mi az oka. Orvoshoz kell menni. Voltam orvosnál, de a lelki oka, mert visszatérő. Akkor egy olyan orvoshoz kell menni, aki a lelki okokat is föl fogja deríteni. Most gondolod, hogy én innen, odáig, ebből a helyzetből felelősen bármit tudnék mondani? Biztos, nem gondolom, hogy nem. Csak megkérdeztem. Szeretnék rajtad segíteni, de hosszú évek alatt beláttam a saját határaimat, hidd el, jól esik. Tehát, amikor arról van szó, hogy a lélek szomatizálja a karmát, magyarul ráviszi testre, psziché, szoma, tehát pszichoszomatikus tünetegyüttes derül föl, akkor a következőt tedd, hogyha teheted, és nem kell rögtön valami tüneti kezelésre doktorhoz menni, belül rákérdezel a léleknek a legfájóbb pontjára, hogy mi ez, honnan jön. És ez elkezdi kirajzolni azt a karmát, amely lehetséges, hogy azt a tünetcsoportot teremti, amelyet te betegségnek nevezel. Minden ilyen karma valamilyen más karma következménye. Nincs elszigetelt karma. Továbbá nincs örökkévaló karma, mert csak energiabefektetés és azonosulás által marad fönt. Tehát, ha nem fektetsz bele energiát és megszünteted az azonosulást, akkor a karma elkezd múlni. Hitrendszer. Tessék nagyon figyelni rá. Oké? Okay? És a kérdés távolságot teremt közted és a karma közt, és rálátsz. És a látás általi megszabadulás úgy működik, mint amikor a kirakós játéknak a darabjai elkezdenek a helyükre pottyanni, és te csak nézed az asztalt, és minden a helyére megy. Amikor a lélek reintegrálja a karmát, amikor már nem jónak, rossznak gondolja, és nem fél tőle, és nem remél, akkor ez a reintegráció bekövetkezik saját magától. És ekkora betegség gyökerét kivetted, de hogy azt te tüneti szinten, testi szinten hogyan gyógyítod, abban én nem vagyok illetékes. Nem is leszek. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Én igazából csak azt szeretném elmondani, hogy elég tevékeny életet éltem az utóbbi években, elég sok tervem volt, vágyam volt, megcsináltam, beletettem magam, stb. És ez így pipa. És most azt kezdem érezni, hogy elkezdtem visszavonulni, elkezdtem beengedni az életet, és azért ütött meg az a gondolat, amit olvastál az elején, hogy a hit, hogy az ember, amikor így rácsodálkozik, vagy rájön arra, hogy tényleg van egy élet, ami az ő közreműködése nélkül is működik, és esetleg olyan dolgokat is behoz, amit én nem is gondoltam, hogy szükség van rá. És csak ezt akartam megkérdezni, hogy szerinted ezt gondolhatom, hogy közelebb vagyok valamilyen szinten a mély megéléshez, vagy megértéshez, vagy
szimplán egyszerűen csak egy klimax, hogy most már így elfáradtam, és nem óhajtok küzdeni. De hogyha az emberben béke van, és mondjuk kevesebbet beszél, és kevesebbet akar, akkor hihet a belső érzéseinek, hogy rendeződik. Mennyire vagy kapcsolatban a valósággal? Szerintem én eléggé. Akkor hihetsz a belső érzéseidnek, mert nem a külső valóság rovására vannak azok. Igen, tehát megvannak azok a dolgok, amik itt tartanak a fizikalitásban, tehát nem szálltam el, csak ez egy olyan furcsa folyamat, hogy úgy nem lett fontos annyi minden, hanem, hát igen, mint egy picit, amikor a fény meg az árnyék, hogy valahol mind a kettő a teljesség, de mégis... Mennyit vagy egyedül naponta? Többet szeretnék. Már most is sok. Igen? Jó. Jó. Nagyon védett környezetben élsz, túl sok időd van gondolkodni. Ahhoz, hogy fejlődj, lépj ki a komfortzónából, és vállalj el csoportos gyakorlást, uh-huh. amit te eredetileg nem nagyon szeretsz. Tehát a csoportos meditáció az oly mértékben lehántja rólad ezt a gondolatréteget is, hogy az már üdítő. Eleinte kellemetlen. És az, hogy te hogyan gondolkodsz, az ne haragudj másodrendű, az, hogy te a tudatodat hogyan tartod tisztán, és hogyan működsz helyesen, az az elsődleges. És ehhez egy tanító nagyon jó. Viszont te rengeteget olvasol, nagyon sokat tudsz, és nincs egy tanítód, több tanítód van. Igaz? Nem olvasok rengeteget. De régen sokkal többet olvastál Vargbe. Hát... Nem tudom, mi a sok. Tehát kereső embernek tartom maga. Az a sok, ami ott van bent a homlok mögött. Na, az igen. És hogyha nagyon sok tanítód van, az rendben van, de legyél szíves egy hierarchiát belül kialakítani önerőből, hogy ki az alfa. Kell egy alfa tanító, kell egy primér tanítás, és kell egy olyan csoport, ahova te lejársz gyakorolni, mert a Buddha, Dharma, Sangha tanító, tanítás, tanítványi közösség nélkül nem megy. Körben fogsz forogni intelligens, védett környezetben való gyönyörű köröket, és nem jutsz sehova. De ha választok egy tanítót, akkor választok egy utat. Igazából. Bizony. És azon lehet haladni is. De nem tudom, nekem nem tudom. Úgy érzem, hogy annyira a minden az nem egy csapás. Tehát, hogy csak úgy lehet eljutni, és csak akkor, és csak azon. Nem szenvedtél eleget? Túl jó a helyzet? Nem tudom. Én azért azt gondolom, hogy elég sokat szenvedtem, és pont azért gondolom azt, hogy minden egy idő után beérik, és értelme lett. Tehát, hogy igazából nem nagyon vétjük el, tehát nem biztos, hogy ki kell kövezni, hanem elég beleengedni. Hát ez az út, hidd el, hogy nincs kikövezve. Uh-huh. Egyrészt nagyon drága, másrészt nem nagyon divat mostanában utakat kikövezni, még kátyúzni se. Tehát, hogyha a tudatod tisztaságát és a hitrendszered működését szeretnéd letesztelni, szívesen várlak egy elvonulásra, gyere be egy koan interjúra. Ebből a gyönyörűséges könyvből te és mások is paradox történetek nyomán kérdéseket fogtok kapni, és ott ki fog derülni, hogy milyen kapcsolatban vagy a realitással. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Itt, tessék. Az előadás elején kérdeztem, és azt mondtad, hogy nem pihenem ki magam eléggé. És az a kérdésem, hogy nekem van, illetve a párommal nekünk van, két csodálatos gyermekünk, és ők összesen 8 hónaposak. Kvanszembószál. Van-e valami ötleted arra, hogy hogy pihenhetnék ki magam? Nagyon jó koan kérdést adtál. Nincs. Még nem volt 8 hónapos gyerekem, se egy, se kettő, de ha lesz, majd válaszolok. A lényeg az, hogy látod azt, hogy a gyerek és a szülők között amekkora szeretett kapcsolat van, olyan elképesztő akaratmeccs folyik. És ez az akarat, ez gyakorlatilag a születés előtti 9. hónaptól a szülésen, a felnevelkedésen, az önállóságon mindenen keresztül folyik, és amikor még ilyen nagyon-nagyon sok figyelmet, törődést, szeretetet igénylő fázisban van, akkor az ő energiája lesz az erősebb, vagy a tiéd. És rengeteget kell adni neki. Szeretetben kell fürdetni, ez látszik.
ha nem tudod kialudni magad, ha nem tudsz eléggé figyelni, akkor a gyermeknek a követelményei lesznek az erősebbek nálad. Ezt nem engedheted meg magadnak. Tehát valahogy belül le kell rendezni, asszonypajtással olyan szövetséget kell kötni, hogy mind a ketten bírjátok, és ne a gyerek karmája legyen erősebb, hanem a tiétek. Hogy a szülő szülő tudjon maradni, és ne pedig egy ilyen szuper kimerült felnőtt, aki nem tudja, hogy most a következő pelenkázást hogy oldja meg. Tehát valahogy ezt erővel, energiával finanszírozni kell, mert hogyha a világra hoztad, akkor viszont felelősség van. Teendő van. Ezt végre kell tudni hajtani. Kemény lecke. De az apaság, ez egy fantasztikus praxis is lehet, hogyha te ezt annak fogod föl, hogyha az utat szolgálatába állítod, és a gyermeknevelést egy speciális meditációs praxisnak éled meg, és akkor valami egész más történik, lehet, hogy még energiát is nyersz belőle, amiből egyébként a felnőttek többsége nem tud energiát nyerni. Ha egyé válsz teljesen a helyzettel, akkor ez lehetséges. És egyébként a formális meditációs praxis nagyon sokat segít. Ha a gyermek kimozdít a középpontodból, vagy ki tud hozni a sodrodból, ő nyert úgy, hogy nem akarta, hogy te veszíts. Hogyha te középen maradsz, erősebb vagy, szeretetteli vagy, együttérző vagy, akkor te nyertél, és a gyerek is nyert. További jó gyakorlást kívánok. Gyertek el egyszer a templomba, szívesen látlak titeket, és ott ilyen pótpapák és pótmamák szoktak lenni időről időre, teljesen spontán megjelennek. Ti kialusszátok magatokat, a gyerek meg 7 hektáron tud játszani, rajtsúrozni, és valaki mindig figyel rá. Ez a klán, tehát a szanga. És amikor a szanga elkezd egy gyerekre úgy vigyázni, hogy figyelemben, fürdetés, szeretetben részesíti, akkor minden olyan probléma elkezd megszűnni, ami az elszigetelt családokban állandóan fölhalmozódik. Szívderítő látni azt, hogy egy másfél éves gyerek, mindenki bejöhet a darmaterembe, egész addig, amíg az oltárt le nem bontja. Tehát, hogyha nem ön és közveszélyes, akkor nyugodtan. És a gyermek fogja és végig kussza a darmatermet, a moktak hangjára elkezd így figyelni, megtalálja az épp akkor legfontosabb felnőttet, nem mindig a szüleit, ahol erősebb a szeretet energia, oda megy. Oké? Oda megy az ölébe, és a moktak hangjára, ami bárhol lehet a teremben, elalszik. Ilyen is van. 3 éves kislány elkezdett táncikálni a moktak hangjára, várta a reakciót, mindenki mosolygott, mindenki szerette, csak egyszer csak táncikálás után odahuppanta az anyuka ölébe, átkarolta és elaludt. Tehát ez egy elképesztően érdekes hatás. Én azt mondom, hogy nem csak rokonokkal, hanem nagyon-nagyon jó szellemi környezettel is lehet a gyermek energiáját szépen pallérozni, és akkor a szülők egy kicsit pihennek, felváltva alszotok a különböző szálláshelyeken, és nagyon üdítő tapasztalás tud lenni. Ezt kívánom, hogy valahol legyen meg, akár nálunk is. Jó? Oké. Mikor van a következő ilyen időpont? Holnap reggel 5-től. Folyamatosan. A főnököm nem biztos, hogy örülne neki. Komolyra fordítva a szót, minden időzíthető és megoldható. Oké? Tedd ezt meg. Köszönöm. És találunk erre alkalmat, jó? Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Tessék ott. Az lenne kérdésem, hogy hogyan lehet képessé válni az egyedüllét, a kényszerű egyedüllét valódi elfogadására? El szeretnéd fogadni a kényszerű egyedüllétet? Nem úgy tűnik, mintha vállaltad volna. Hát hiszen kényszerűnek mondod, miért akarod elfogadni? Hogy túl tudjak lenni rajta. Valójában mit szeretnél elérni? Hát pont az ellenkezőjét. Hát akkor miért akarod elfogadni? Mert mindenhonnan az jön, hogy el kell fogadni ahhoz, hogy az ember... Tőlem nem, most hallod. Bocsánat a helytelen fogalmazásért, sok helyről az jön. Választ ki, hogy melyiknek akarsz hinni. Köszönöm. Szívesen. Legyen az, amit akarsz. És akkor a tiéd az életed, és akkor az ok és okozat törvénye megmutatja, hogy helyesen akartad-e, jót akartál-e,
De amíg mások véleményeitől, rendszerektől, gondolkodásmódoktól függünk, addig nem mi látunk a szemünkkel, nem mi gondolkodunk az elménkkel, nem mi érzünk a szívünkkel, hanem valaki más úgy, hogy ezt nem is tudja. Egyéb kérdés? Tessék itt! Az előbb valakinek azt mondtad, hogy az a baj, hogy túl keveset szenvedtél. Igen. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy miért baj az, hogy ő túl keveset szenvedett? Mert például én nagyon sokat szenvedtem az életemben, és igazából nem nagyon tudom, hogy miért, és hogy hogyan segíti ez az utamat. Akkor a szenvedés benned még néma. Engedd, hogy megszólaljon. Engedd, hogy a szenvedés egy kicsikét belátássá váljon. Nem arról van szó, hogy önkínzó módon szenvedést kell teremtenünk az életünkben. Nem arról szól, hogy az ember egy rendkívül paradox lény, nem tud a boldogsághoz eljutni szenvedés nélkül. Nem születik meg benne a belátás. Emlékezz erre a régi népi rigmusra, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Most a legtragikusabb az, hogyha pokorra mész ugyan, de nem tanulod meg, hogy hogyan kell a dudát fújni, mert nem szerezted meg a belátást a szenvedésből, csak végigmentél rajta, mert végigment rajtad. És géppé váltál, tárgyá váltál, érzéketlenné váltál, menekülővé váltál, elkövetővé váltál, de nem láttad be, hogy ez mitől van. És nem akartál megszabadulni tőle. Ez a különbség. Tehát relatív az, hogy mennyi szenvedésre van szükségünk. Lehet, hogy annyi elég, mint egy pár molekula metán a kanári madárkának a szénbányában, és lehet, hogy egyáltalán nem elég, addig, amíg meg nem hal. Mert annyira makacs, hogy inkább a halált választja, és nem hajlandó a szenvedés okát belátni, a megszüntetését belátni, és nem hajlandó menni az úton, amely a megszüntetés útja. Érted? Tehát ezek mind relatív minőségek, tehát nem az a kérdés, hogy szenvedsz-e vagy sem, mert mindenki szenved. Születés, öregség, betegség, halál, négy nagy, óhajtott el nem érése, nem óhajtott megkapása, olyan társaságban lenni, ahol nem szeretnél, és a kívánt társaságtól távol lenni. Ez a négy kisebb. Olyan nincs, hogy ezt egy humán ne tapasztalja ezen a földön, inkarnálódott állapotban. Valami csak lesz belőle. A kérdés az, hogy mennyi kell. Mennyi kell a belátáshoz, mennyi kell ahhoz, hogy az energiádat befelé fordítsd, és belül keresd a válaszokat, hogy önálló akarj lenni, hogy az úton akarj járni, hogy ne függj dogmáktól, ideológiáktól, egyéb tételektől. Érted? Mennyi kell? És itt van a kérdés, hogy hol az elég. Így már kicsit könnyebb, ugye? Használd fel a szenvedésedet, különben el fog temetni a szenvedés téged. Jó? Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy szerintem ez egy elég nehéz probléma, hogy hétfőtől péntekig kell lennem mondjuk egy dolgozó embernek, délután 5-től mondjuk 10-ig kell lennem egy szeretőnek, egy társnak, hétvégén mondjuk egy akár szombati vagy vasárnapi apukának, és hogy azt érzem, hogy ezek néha szétszednek, mikor váltok ezek között. Ezek a szerepek azok, amelyeket te elvállaltál. Elvállaltál ilyen szerepet, amikor munkába álltál, amikor kapcsolatot teremtettél, amikor megházasodtál, apává váltál. Ezeket a szerepeket elvállaltad, és mindannyian elvállalunk szerepeket, félreértés ne essék. Az az igazi különbség, hogy megtaláltad-e a rendezőt? Megtaláltad-e a szerepmentes önvalódat? Azt, amelyik nem nyilvánul meg, de mégis te vagy, sokkal inkább te vagy, mint bármely avatárod. Tehát azt a teremtőt, azt a rendezőt kellene megtalálni belül, amely a szerepeket alakítja, felépíti, tartja, használja, majd lebontja, és egy következő pillanatban egy másik szerepet épít föl. Ha azt mondod, hogy ezek a szerepek azonosak, hiba. Ha azt mondod, hogy különbözőek, az is hiba. Meg kell találni a rendezőt. És a rendező pillanatról pillanatra a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és együttműködés normatíváit követve helyesen alakítja a szerepet, a szerepeket. Onnan tudod, hogy ki tudod belül pihenni magad.
lehet, hogy fizikailag nem, de mentálisan igen, mert pillanatról pillanatra csak annyit teszel a külvilágba, csak olyan szerepet játszol, amennyit kell, nem többet. És visszavonulsz a szerep elé, a gondolkodás elé, a személyiség elé, a nem tudhatóba, a nem születőbe. Ez a rendező. Tehát, hogyha délután 5-kor én félre tudom tenni azt a dolgozó embert, és 5 óra 1 perckor már tudok lenni egy szerető, akkor láttam ezt meg. Igen, és hogyha mind a munkahelyeden jól csinálod, mind pedig a családban vagy a párkapcsolatban jól csinálod, akkor viszont helyesen váltottál szerepet. Köszönöm. Szívesen. Tegnap este egy beszélgetés során felmerült egy dolog velem kapcsolatban, ami azóta foglalkoztat. Az igazából én több mint 2 hónap előbb születtem, mint kellett volna, egy baleset miatt édesanyám elesett velem. És arról beszélgettünk, hogy az asztrológia szerint, ugye, tehát nekem más lenne ugye a születési időpontom, más lenne a csillagállás, más lenne a csillagjegyem, és hogy valószínűleg a viselkedésemnek is másmilyennek kéne lenni, mint amilyen a jelen személyiségemben van. És ez így egy ilyen vitát váltott ki, és pro és kontra érvekkel. És azon gondolkodom, hogy ez lehet-e. Tehát, hogy lehet-e, hogy nekem esetleg meg kell próbálnom máshogy viselkedni, vagy a jelenlegi személyiségem lehet-e annak a következménye, hogy egy másik csillagjegynek a szülötte vagyok, mint aminek kellett volna. Ezt úgy, ahogy van, tedd félre, mert terméketlen. Tehát ez a gondolkodás nem fog eredményre vezetni. Nézd magadba, hogy ki vagyok. Ennyi kell. És itt nézd meg, hogy a karma, amit viszel, az valójában micsoda. Mennyiben vezet szenvedéshez, mennyiben vezet boldogsághoz. Teljesen mindegy, hogy milyen csillagjegyben születtél volna, vagy születtél valójában, együttérzésem a baleset miatt, de egészségesen megszülettél, és a karmádba ekkor ez is beletartozik. A természetben nincs baleset, csak a rendszereknek vannak határai. És a rendszer határok nem a mi határaink. Ezekkel ne azonosuljunk. Tehát nézd meg azt, hogy most mi a dolgod, milyen kapcsolataid vannak, milyen teendőid vannak, és az, hogy egy deskriptív rendszer, mint az asztrológia, nem tud magyarázatot adni, az téged mélyen ne érintsen. Ez a rendszer problémája, nem a tiéd. Az a fontos, hogy te autentikus, igazi önmagadnak érezd azt a személyiséget, akit viszel. Másfél éve nem beszéltem az anyukámmal. Igen, oka van, valószínűleg mindkét oldalról, de már azt is érzem magamban, hogy ha ezen nem változtatok, akkor rajtam fog csattanni ez az ostor. Akkor is, amikor úgy döntöttem, hogy nem beszélek vele átmenetileg, tudtam, hogy ez egy átmeneti megoldás, mert ezzel nem kezeltem, csak félretettem a helyzetet. Ő azóta átesett egy rákos daganaton, amiből most állítólag jól van. Én azóta boldogabbnak érzem magam, és rájöttem, hogy nem ő miatta érzem, nem amiatt érzem boldogabbnak magam, hogy idézőjelben ő nincs. Mert most szembesülök azzal, hogy az apukám sincs jól, hanem talán azzal szembesültem, hogy mennyire nem rajtuk múlik ez. És nagyon nagy halogatásmester vagyok, hogy ó, de majd leülök megírni, hogy mi zavart, és van egy haragnaplóm, meg egy álomnaplóm, a haragnapló az a cenzúrát nem tűrő dolgokban az ott mind tele van vele, és azért, ha megköszönhetem neked, hogy ezt ide raktad, mert akkor megkaptam, hogy akkor ezzel most nekem így ezzel kéne valamit már kezdenem, és ha elfogadott tőlem, és mondtatok ennyit, akkor én pont dupla annyi idős vagyok, mint a gyermeked, és mégsem nőttem fel anyai szempontból, mert nem engedtem el. Azért nem engedtem el, mert úgy érzem, hogy ragaszkodik hozzám, emiatt többek között, emiatt én is ragaszkodom ő hozzá, mert azt tapasztaltam, hogy ő nem úgy szeretett engem, ahogy én szerettem volna, hogy szeressen. Jussunk el a kérdésedhez. Igen, a kérdés, hogy nem ájulok el, remélem, hogy nem. Szóval a kérdésem az, hogy egyrészt, hogy meddig képes halogatni az ego azt, hogy szembesüljön ezekkel, bár mondtad, hogy még nem szenvedtünk eleget. Ezt ugye, azt, mondjuk, azt nem mondtam, hogy nem szenvedtünk, hanem hogy bizonyos egyének nem szenvedtek eleget, akikben még nem született meg a belátás. Köszönöm a helyesbítést. Addig, amíg nem fáj eléggé, valószínűleg nem szenvedtem eleget.
ha jól gondolom. Ezt rád bízom, csak ne folyjon itt el a véred. Jó, tehát a kérdés az, hogy hol az a határ, megint csak a végtelen szeretet szemszögéből, amire azt mondom, hogy igen, akkor is ő az anyám, ha tett, nem tett bármit. Hol tudom ezt, vagy inkább hogyan tudom ezt megérezni? Ez ott van benned, ez a határ, és amikor már fáj az, hogy nem szereted, amikor már fáj az, hogy nem beszéltetek, amikor már fáj az, hogy ő sem szeret, akkor majd egyszer fölemeled a telefont, vagy bekopogsz az ajtaján, és elvállalod azt a kockázatot, hogy elé állsz, és azt mondod, hogy szereted. Ez ennyire egyszerű. Viszont elképesztően nehéz tud lenni, hogyha az elme és az egoitás szépen odarakja a megfontolásokat, a határokat, a feltételeket, a borzalmakat, a múltat, a felhánytorgatást, a panaszkodást, a projekciót, a kivetítést, a mindent. Ez mind bullshit. Ezt tedd félre. És amikor úgy érzed, hogy a szíved már eléggé érett ahhoz, hogy az ajtót kinyisd rá, akkor tedd meg. Köszönöm szépen. Szívesen. Arra szeretnélek kérni, hogy világíts rá a megkülönböztetés és az ítélkezés közötti különbségre. Köszönöm a kérdésedet. Megkülönböztetés olyan, hogy az ég kék és a fű zöld. Az ítéletalkotás olyan, hogy az ég jobb, mint a föld. Azt mondod, hogy az ég kék, én is azt mondom, hogy az ég kék. Ez a te véleményed, illetve az enyém. De ha a te eged kékebb, mint az enyém, az már ítéletalkotás. Valaki helyesen cselekedett. Azt mondják rá, jó ember. Valaki helytelenül cselekedett, azt mondják rá, rossz ember. A helyes és a helytelen megkülönböztetés, a jó és a rossz címke már ítéletalkotás. Megkülönböztetések nélkül nem tudunk élni, de ezek mind relatívak. Relatív nézetek, relatív karmákra alapozva. Ezekre szükség van, mert különben a tisztát, a szennyezettet, az egészségeset, a beteget és a többi nem tudnánk megkülönböztetni. A megkülönböztető bölcsességre szükség van ahhoz, hogy a dualitások világában eligazodjunk. Ezek relatív minőségek, ismétlem. Amikor ebből abszolút értékűnek szánt kijelentést gyártunk, az az ítélet. És mihelyt ítélkezel, egót fejlesztesz. Mihelyt az egót lebontod, marad a megkülönböztetés. Mire van ehhez szükség? Ahhoz, hogy az egyet tapasztald. Ahol nincs megkülönböztetés vagy ítélet. Ahol még jelenségek sincsenek. Amely a felébredés pillanata, amely csak azoké, akik erőfeszítést tesznek, és egyé válnak a lényeggel, tapasztalván ezzel igazi önvalónkat. Ezen az alapon tudsz helyesen megkülönböztetni és tartózkodni az ítéletalkotás poklától, szenvedést okozván ezzel másnak és magadnak egyaránt. Éljünk tehát helyes megkülönböztetésekkel, és tartózkodjunk az ítéletalkotástól, ha ténylegesen boldogan szeretnénk élni, ha nem akarjuk azt, hogy a nehezen megszerzett szeretet elpárologjon abban a forró pokolban, amely az abszolútnak kikiáltott nézetek vas börtöne. Én remélem, hogy mindannyian együtt járjuk az utat, elérjük a felébredést, és segítünk minden kötöttségben élő lénynek kikerülni a szenvedésből. Köszönöm a figyelmet!